Tessék. Egymás után vették át a város ajándékát az első osztályos diákok hétfő reggel a helyi Babits Mihály általános iskolában. A város címerével díszített uzsonnás dobozt kaptak Szekszárd polgármesterétől. Volt, aki már azt is tudta, hogy milyen ételt fog leggyakrabban magával vinni az új uzsonnás dobozban. Ilyen pici doboz inni, meg egy szendvicst. Szekszárdon 4 éve hagyomány, hogy a település polgármestere ajándékkal lepi meg az első osztályt megkezdő gyerekeket. Idén a város 9 általános iskolájában 353 kisiskolás kapott a tanév első napján meglepetést. Fontos az, hogy erre napra emlékezzenek a gyerekek, és a város egy kicsit ezzel a kis ajándékkal is kinyilvánítsa azt a szándékát, hogy odafigyel a családokra, odafigyel a kis gyerekekre. A fejlesztéseikben, az iskolákat érintő fejlesztéseikben mindig szem előtt tartjuk a családok, a gyermekek érdekeit, és az a kis ajándék az emlékezhetés mellett egy hasznos, minden nap használható ajándék. Szekszárdon egyébként az első osztályt megkezdő gyerekek száma néhány éve folyamatosan nő. Míg tavaly 341 diákot irattak be a helyi általános iskolákba, addig idén már 353-an kezdték meg az iskolai tanulmányaikat a városban.